E fölött a Bátaszéki játszótér fölött eljárt már az idő. A retro hangulatú terület már csak rövid ideig őrzi jelenlegi állapotát. Felújítása része annak a programnak, melyet a város a következő időszakban lebonyolít, és amely 4 objektum megújítását célozza. 13 millió forintos beruházási összegből fog megújulni ez a játszótér. Jó néhány játszótéri elemet kicserélünk, egy modernebb és esztétikusabb kerítés fogunk építeni, tehát minden olyan feltétel adott lesz, amely egy 21. századi kis játszótérhez és annak igénybevételéhez szükséges. 6 új játékelemmel gazdagodik majd a játszótér, és ezzel párhuzamosan a város további 2 parkjába is jut majd az új játékokból. A korszerűsítési program részeként kap új külső bodítást a számvevőszék régi épülete is. Amire legjobban vár mindenki, a Kövesd település rész bekötő útja fog megújulni. Itt a munkaterület átadása a héten megtörténik. Itt is papíron 150 napja van a kivitelezőnek, hogy ezt a beruházást elvégezze, de itt is előzetesen abban állapodtunk a kivitelezővel, hogy a lehető legrövidebb időn belül a beruházást be fogja fejezni, hogy minél gyorsabban vissza tudjuk adni majd a forgalomnak ezt az igen fontos bekötőutat. A 4 fejlesztés teljes költsége kormányzati támogatásból 103 millió forintból valósulhat meg.